Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, itt vagyunk a Kanizsa Arénában, március végén egy délutáni napon, ahol éppen készülnek az esti programra a bunyósok, az első Wiltek Sipos István emlékversenyen, Salamon Tamás szervezésében. Nagy Zoltán, az Underground Fighting állandó szakértője, a Győri Gladiátorok vezetőedzője ma is itt van velük. Szia Zoli, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! Izgalmas mérkőzések lesznek, már is mutatjuk a párosítást. A 15 meccsből 10-et meg tudunk mutatni, hogy hogyan is alakult a program. És ugye a vége érdekes, leginkább Kis Balázs, Luka Filipovic, Bánóczi Zoltán és Kovács Pikpak Gyula. De lesz majd egy címmérkőzés is, méghozzá Máté Ádám és Glück Norbert között. Egy 71 kg-os összecsapással kezdünk most. Jankó Krisztián a piros oldalon, Dun Alexander pedig az ellenfele, egy összefoglalót mutatunk ebből a mérkőzésből. Amatőr bunyóval kezdődött a program. Kőszegi, illetve az újpesti madárfészek csapata között mindig komoly a rivalizálás. Jankó Krisztiánról tudni kell, hogy junior magyar bajnok, kétszer volt ifjúsági magyar bajnokságon ezüstérmes, és a felnőtt bajnokságon is volt már bronzérmes. Dun Alexander pedig az ukrán junior harmadik helyzet volt a bajnokságban, és a felnőttek között is számos nemzetközi tornán szerzett már aranyérmet. Varsány Áron, illetve Erdély Zsolt készíti fel a két versenyzőt. Dun Alexander jön előre, és aztán ő az, aki egy picit próbál irányítani, de most Jankó jól visszatámad. Igen, Jankó híres arról, hogy megy előre, tehát hogy eléggé rakkolós ökölvű volt Jankó. Most egy kicsit már, hogy idősödött, megfontolt a bávárt. Szépek voltak a testütések. Jankónál ütésmennyiségből sosincsen gond. Csak arra kell figyelnie, hogy találjon is pontosan. Talált is. Beszorítja ellenfelét a sarokba, de aztán Dun kitámad onnan. Nagyon jól építette fel, azt gondolom, Salamon Tamás a gálát, hiszen beszélünk majd róla. Voltak kanizsai bunyósok a program elején, a gyerekek, akik bemutatkozhattak itt a nagy közönség előtt, aztán amatőr bunyó, profi bunyó, egy igazi látványmérkőzés a végén, közben lesz majd magyar bajnokövért mérkőzés, úgyhogy tényleg itt a ökölvívás minden szépségét és minden erősségét próbálták megmutatni a kanizsaiaknak, pláne azért, mert az első esemény, és remélik, hogy lesz majd második is. Hát egy nyílt sokos küzdelem, ahogy szokták erre a mérkőzésre mondani. Mindjárt kiderül, hogy ki fog nyerni. A két edző ott van a ringben, gondolom mindenki egy picit elégedett lehet, és azért ilyenkor azért van egy kis hiányérzet, és Jankó Krisztián megnyeri a mérkőzést Dun Alexanderrel szemben. Az amatőr program talán leginkább várt mérkőzése, és ezt megnézzük szinte végig. Baranyai József és Provics Gergő. A legutóbb, amikor itt járt Nagykanizsán Baranyai József, akkor viszonylag rövid volt a meccse, hiszen a születésnapi boxgálán hamar padlóra küldte az ellenfelét. Ellenfele Provics Gergő, a kási versenyzője, és a válogatott kerettagság is igazából szép. A tét közöttük. Igen, két jó ökölvű. Kovics most testem fején jól dolgozik. Józsi maradadós, ezeket lezárt a kettős fedezékkel József. Józsi ugye Sedő előbb a bajnok, neki nagyon jól indult a karrierje. Bízunk benne, hogy egy felnőttbe megtalálja a számítását. Kovics nagyon jól mozog lábon. Az egyes-kettes kombinációkat nagyon jól üti. Van egy fejnyi különbség a két versenyző között, igen, és távolról igen, nagyon jól be tud szurkálni. Igen. Nyilvánvalóan nem más jó taktika kell Baranyaira. Igen. Rossz távolságba átugál Józsi kicsit. Most tudom, belépett és talán talált is ott jobbal. Igen, Provics szúrja ezeket a balokat, ezeket elég zavaróak. Csipőmagasságból üti, most Józsi próbálta egy jobb kézzel, jobb egyenessel eltalálni.
kicsit közelebb jött azért hozzá, nem? Tehát azért igen. Most már így csökkenti a távolságot, igen. És ez neki kedvező lehet, mert ebből a pozícióval már ő is tud. Jó volt ez a test, amit Kovics ütött, ha még erős volt benne. Húsz éves egyébként Provics Gergő, ifjúsági magyar bajnok, a kickboxból jött át, mint egyébként vannak most már páran, akik ezt az utat választották, ahol egyébként 2019-ben világbajnokságot nyert. Törteli Ferenc és Trajer Gábor irányítja a felkészülését, és véget ért akkor az első menet. Elégedettek lehetnek, azt gondolom, hogy mind a két oldalon az edzők a látottakkal, mert Baranyi Józsi is le tudta reagálni a dolgokat. Ringhölgy. Még az edzők figyelmét is elvonja. Jó volt ez a vállal való védekezés magas embereknél, ez ugye nem tudja, már nincs ideje visszatenni a kezét, és csak így fordította a vállát. Na nézzük, hogy ki milyen utasításokat kapott a szünetben. Kifigyelte az edzőt és kifigyelte a hölgyet a ringben, amikor vitte a táblát körbe. Igen, Józsi érzi, hogy magasan kell védekezni, túl nagy az ütőtávol Provicsnak. Át kell rajta gyalogolni, oda kell érni hozzá. Hogy próbált egy jobb felütés alá meríteni. Ugye keveset lesznek, Józsi, közelebb kell menni. Gergő nagyon lazán boxol. De egyelőre ő az, aki inkább háttal a kötéle. Várja, ugyan, ugrassza Józsit. Eredményes lehet ez a kontrabox is, nem? Tehát igazából ez jó taktika lehet. Főleg úgy, hogy azért most is indított belőle egy támadást, Provics. Tehát vár, egyszer csak indít egy támadást. Itt is, most ezt ismételte. Közben még ezt a meccset nézzük, addig gyorsan elmondom, hogy a nagykanizsai bunyósok közül kilépett a szorítóba. Szentes Jácint kezdte a napot, méghozzá egy győzelemmel, egy osztrák ellenfél ellen lépett ringbe, aztán Kecskés Ákos egy küzdelmes meccsen hozott egy győzelmet. Lana Skupiák Horvátországból érkezett ide Nagykanizsára, horvát Mirabella ellen, aki az első meccsét vívta, és hát nagyon agresszív, rámenő stílusa volt a horvát lánynak, és meg tudta nyerni a mérkőzést. Aztán Szira Zsófia jött a kanizsaiak közül, aki egy paksi ellenfelét múlta fölül, és Kovács Bence egy közönség szórakoztató párharc végén nyert méghozzá egy jó meccset. És akkor véget ért a mérkőzés. Második, harmadik menetből egy összefoglalót láthattunk, és kíváncsian várom a pontozást. Provics Gergő győzelmét hozta a találkozó. Én is úgy éreztem, többet kezdett, tisztább találatai voltak, Józsi egy ütemmel le volt maradva, de egy jó mérkőzés volt. Jönnek akkor a búzaikrek, egyikük beugróként, méghozzá éppen, akit most látunk, Búza Rafael, ellenfele Birkés Árpád. Bogdan Kovácsuk lett volna az eredeti ellenfél, de aztán váltani kellett. Árpi nagyharcos, ugye Rafael pedig a tavalyi magyar bajnok. Ez egy meglepetés volt egyébként, hogy akkor ő elhozta a bajnoki címet, hiszen azért még egy nagyon fiatal. Én nem gondoltam meglepetésnek, lehet, hogy valakik meglepődtek rajta. Nagy menetére sem van ő túl, tehát rengeteg mérkőzése van, jól van menedzserve. Jövő kövívója. És ott ugye ott Fodor Milánnal boxolt, egy nagyon jó mérkőzést, az is egy hullámzó mérkőzés volt, és ha jól emlékszem, megosztott pontozással nyert, de nálam nyert. Birkés Árpád pedig. Ó, de jó volt ez a testütés. Volt már bajnoki dobogós. Igen.
azt hiszem pont Győrbe, a Győri Magyar Bajnokság, hát ez már majd most 10 éve volt. De még most is aktív, úgyhogy a kalappal előtte. Kékben tehát Buza. Rafael nagyon szépen jön előre. És pedig azért próbálkozik ő is több kombinációval, de Búza irányítja a mérkőzést, most igen, testen, igen, fejen igen. Is megvolt. Itt nem áll stabilan Birkés alában, úgy érzem. Itt is ütött az ütéseket, de nem volt, nem láttam benne azt a rendes alátámasztást, hogy meg lennének ezek rángatva. Azt gondolom, hogy abból, amit láttunk, nagyjából egyértelmű. Egyharmú pontozással nyer Buza Rafael. Körítés is teljesen rendben van itt a igen. Első vétek Sipos István emlékversenyen. Nem csak a profik, hanem az amatőrök is megkapják ezt a lehetőséget. Buza Rómeó és Alexander Homa, kőszegi ikerpár másik tagja. Gondolom így azért jobb is őket menedzselni egyformát, mert igen, igen. Igen. Az edzés is megvan oldva, hogy ki legyen az ellenfél. Korosztályos magyar bajnok egyébként Buza Rómeó is. Erdély Zsolt pedig Alexander Homa felkészítésért felel. És át már a Bornemisza Gergely emlékversenyen a dobogó legfelső fokán, úgyhogy ő is egy jó bunyós. Így van, akkor még győri színekbe érte el az eredményeit, és most a madárfészekbe készül. Ő 75 kg-os, egy masszív, Rómeó 71 kg-os, de Rómeó vállalta azt, hogy fejben egy súlycsoporttal. Hú, de szép volt! Hát ez... Itt most nem nagyon törődnek a védekezéssel, úgy látom. Hát a fiatalos lendület, ez a legjobb szó erre a mérkőzésre. És nem töltenek, csak lőnek. Rómeó próbál itt fogásba menekülni, de nem nagyon jár sikerrel. Na most lehet újra próbálkozni. Szép megint benn van a sarokba. Rómeó Homa nagyon jól jön előre, aztán most Rómeó visszatámad, és ő is talál. Kinézett oldalra, Varsányi Árolra. Szép! Oh, ez nagyon szép volt. Nyilván lehet menni tovább, hiszen azért nem volt megrendítő az ütés, de azért számolni kellett, és ez ennyire a végén volt. Úgyhogy meglátjuk, hogy a pontozásnál ez számít majd. Hát megosztott lett a pontozás, és nyer Buza Rómeó. Ezek voltak tehát az amatőr mérkőzések, és akkor hamarosan jönnek a profik. Folytatódik akkor az első Viltek Sipos István emlékverseny. Jankó Krisztián, Provics Gergő, Buza Rafael és Buza Rómeó már nyert. Nagybetűkkel láthatjuk az ő nevüket. És akkor most jöjjön egy olyan mérkőzés, aminek a végén magyar bajnok évet osztanak. A két résztvevő pedig nem más, mint Máté Ádám és Glück Norbert. Érkezik a piros oldalra Máté Ádám, a nagy középsúlyú magyar bajnoki jövért, aki profi boxban kétszeres középsúlyú magyar bajnok, kisváltósúlyban Európa bajnok, K1-ben amatőr magyar és Európa bajnok, illetve nyert világjátékokat is, tavaly pedig az ír bajnokot verve lett a profiknál Európa bajnok, és a világbajnoki címért is küzdhet majd nyáron Dubajban. Ellenfele Glück Norbert 2014-ben debütált a profik között. Ez a harmadik alkalom, hogy a magyar bajnok évért boxolat profi mérlege 8 győzelem és 6 vereség.
Lök ebben a zöld kesztyűben, és az arany kesztyűben pedig Máté Ádám. Nem tudom, hogy ennek van-e valamiféle üzenetértéke. És hát még ami a tetoválás mennyiség, ami megkülönbözteti. Igen, talán könnyebben hamarabb észlelt veri, mint a kesztyűt. Egyszer volt annak idején, még valamikor a 80-es évek elején, mikor még fekete-fehér televízió volt, egy ilyen legendás közvetítés, hogy a kubai és a szovjet sportolók teljesen egyforma szerelésben voltak, és aztán a kommentátor kiszúrta, hogy kb. 20 perc után, hogy az egyik Adidasban van, tehát azon három csík van a cipőn, a másikon kettő, aztán kiderült az összes kubai néger. Na. Tehát vannak ilyen kalandok. Nézzük akkor, hogy hogy alakul ez a mérkőzés. 10 menetesre írták ki, de az előzetes információk alapján azt mondták, hogy meglepő lenne, hogyha ez 10 menetig tartana, mert Máté Ádám jó formában van, és hamar el akarja dönteni az összecsapást, nem akarja végigboxolni, hanem amilyen hamar lehet, be akarja fejezni. Hát ez sok ökölő vannak az álma, ugye? Időre befejezni a mérkőzést. Ellentétes alapállásúak. Ha jól látom, vagy lehet egyikük váltogatja az alapállását, ez majd hamarosan kiderül. És Máté jön előre, szorítja Glück Norbertet a kötélhez. Keresi a pozíciót, hogy hol lehet esetleg betalálni, összehúzza picire magát, Glück. Igen, igen, passzív. Akciót nem kezd. Eldobálja a kezeit. Jön kifelé a fogvédő is a szájából, úgyhogy az nem a pihent állapotnak a jele. Hamarosan véget ér az első menet. Hát egyelőre az ismerkedés jegyében telt, és azt gondolom, hogy Máté Ádám azért jelezte ellenfelének, hogy itt ma senki másé nem lehet a magyar bajnoki öv. Ruhát váltotta. Igen. Hölgy. Pedig bent a sarokban. Testütésekkel azért meg lehet pújtani az embert rendesen, tehát... Így van, így van. És hát akkor a második menet. Most egyforma alapállással vannak, akkor lehet, hogy én néztem be valamit előbb, vagy pont váltottak. Akkor egyre erőteljesebbek az ütései, úgy érzem, Máté Ádámnak. Most Gülk is próbálkozik, de csak a fedezéket találja el. Ó. Hát igen. Most Ádám ütését fejjel védte. Ez nem annyira szerencsés. És nem tud reagálni a testütésekre, összezárja magát. Gyakorlatilag kergeti körbe a ringbe. És most az első alkalom, hogy számolni kell a versenyzőre. Hát most ezt nem is értem, hogy... Beszorultott a levegő, talán? Nem tudom. Nem tudom, de már az arc olyan filmszínészi figurákat mutat. Jön előre Máté Ádám. Egyre kisebbre próbálja összehúzni magát. Glück Norbert próbál fedezékbe vonulni, de megint átütötte. És itt a vége. Hát ismét nem sikerült neki ez a több egyére is a magyar bajnoki cím. A Glück név nem hoz szerencsét, úgy tűnik. Igen. Legalábbis itt most az ellenfelekkel szemben. Még egyelőre nem is engedi a mérkőzés vezető bírája, hogy fölálljon. Ez egy megrendítő ütés volt most.
Hát a második menetben véget ért, és Máté Ádám így megszerzi a magyar bajnoki övet, amiért jött. Itt lesz majd az, amikor először fején, és igazából testre nem is ütött, hanem igen, fejen fejezte be a teljes akciót. No. Hölgyeim és uraim, a mérkőzés győztese technikai KO-val a piros sarokban Máté Ádám. Máté Ádám tehát a bajnok, így aztán ő veheti át majd az övet, és azt gondolom, hogy abszolút megérdemelt ez a siker, és sok sikert kívánunk neki akkor a világbajnokságra. Sasvály Tamás és egy női mérkőzést vezet. Újvári Gréta és Bélik Tímea a két versenyző profi és bemutató mérkőzések sorában. Bélik Tímeának ezt a meccset, azt mondták a szakemberek, hogy simán hozni kell. Ő az, akit láthatunk itt rózsaszín nadrágban. Egy ellenfele jön előre, de nem volt még komütés. Itt lehetett látni, hogy a Mátyás király mesélje, hogy fenn is van a keze, meg nem is. És söpül a török közül. Igen, nem tartott sokáig ez a mérkőzés. Ez azt jelenti, hogy a kék sarok feladta, Bélik Tímea pedig maga biztosan nyer. Hát nem voltak első csoportban. Hát nem. Akkor még egy mérkőzésünk van, itt a profik között két versenyző is debütál. Azért ez talán ritka, hogy mind a ketten az első meccsüket vívják. Lakatos Alex a kék oldalon, Barbosó Tibor a piroson. Most még itt nekik meg kell ismerni, hogy mit is mond ilyenkor a mérkőzés vezetőbírája, minden kamera előkészítve. Jöhet akkor az első profi mérkőzésük, Barbosú piros kesztyűben azonnal magához ragadja a kezdeményezést, és már is számolni kell. Lakatos Alexra, aki azt mondja, hogy ő már innen nem folytatja. Hát tovább tartott a bemutatkozás, mint a mérkőzés. Sok tárhelyet nem foglalt el a mérkőzési telefonon a kedves rögzítőknek ott, akik rögzítik a mérkőzést. Azért ránézésre a két srác alkatát, ha nézzük, akkor Barbosú azért egy más kategória lehet, nem? Igen, de hát ez nem zárja ki ahhoz, hogy ugye ezt nem izomra játsszák. Igen, nem izmos emberverseny, hanem... Igen, erős emberek vagy. Igen. Úgyhogy piros sarokban Barbosú Tibor 15 másodperc alatt lerendezte, de ez csak 8 volt. És akkor jön egy olyan mérkőzés, amit itt helyben Nagykanizsán nagyon vártak, hiszen egy rutinos nagykanizsai versenyző, Detre Gábor, korábbi nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki kihívó, könyök sérülése miatt sokáig kérdéses volt, hogy ringbe léphet-e. Aztán nem sokkal a gála előtt jelezte, hogy akkor ő vállalja a mérkőzést. Tóth Levente az ellenfele. 2021 óta van szoros kapcsolata az ökölvívással, de más küzdősportokat is kipróbált. A Tóth Tim, Tóth Imre és Tóth Tamás, korábbi profi boxoló, cirkálosú magyar bajnok, aki felkészíti a Star Sport Akadémián. És hát azért jöttek ide egy picit, hogy egy kis közönség szórakoztató meccset vívjanak, egy bemutató
mérkőzést. És ahogy egy nagyon jó meccset vívott egymással Baranyai József és Provis Gergő, így ettől a meccstől is ezt várták, hogy egy közönség szórakoztató meccs igen, lesz majd. Az is. Ütésszámmal nincs is gond. Zárt fedezékből jön előre Detre Gábor. Itt látjuk piros kesztyűben. De aztán Tóth Levente nem marad adósa. Gyorsan fogásba menekülnek, hogy nehogy ebből valami baj legyen. Detre azért rutinos. Megjött Tóth Leventének az önbizalma ezután az akció igen. után. Egyértelműen próbálja irányítani a mérkőzést, még hogyha ő van háttal a kötéllel is. Talán az ő akarata jobban érvényesül. Nem sikerül lebontani a fedezéket, és aztán behátrál, de nem volt elég gyors Detre, hogy ezt akcióval fejezze be, csak puhatolózó ütések voltak. Örülnek a kék sarokba. Igen, igen. Meg is volt az első menet, nem? Tehát szerintem igen. ez úgy rendben volt ott a részéről. Aktívabb is volt talán. Igen. És pontosabban is ütött. Igen, jobban jött ki az akcióból, igen. Többet talált. Jön akkor a második menet. Nyilván most már megvan a tapasztalat, hogy mit láttak eddig, vajon az edzők belenyúlnak-e, de szerintem Tóth Leventénél nem nagyon kell, viszont Detre jobban tapad. Igen. Egyelőre kettős edzéke, de nem talált, nincs belőle még egyelőre. Igen, Levente leforgott egy balhoroggal, test. Váltogatja az irányt, mind a két oldalra mozog lábon. Na most ott ragadt a kötélnél. Mosolja, nyugtázza az akciót. De azért benyelt egy-kettőt, tehát azért igen. volt itt találat. Szépen átbújt, és aztán próbál ő kontrázni, de megint ott van a sarokban. És megint jól lezárta a menekülő utat Detre Gábor. Régen láttunk ilyen mosolygos boxolót, nem? Igen, tehát így... igen, igen. Élvezi. Jön előre, lopja a távolságot, de most egy picit rápihen ő is. Most nem tudott ellépni Levente. Oly, ez jó volt a felütés, testre, ezt nekem is fájt. Kezd fáradni egy picit Levente talán, nem? Tehát úgy nehezebben veszi a levegőt. Többször beszorul ide így, és nem tud ellépni. Az első menetben jobban eltáncolt. Érdekes meccs lesz ez, mert az első menet az inkább Tóth Leventé volt, ez most sokkal inkább kiegyenlített is. Minden még akár fordítani is lehet, persze az Detrének pontos ütésekkel találni kell. Ott bebefért azért olykor a kesztyű a fedezéket, lebontotta. Hát most már csak másodpercek vannak a második menetből. Nincs is már akció. Izgalmasabb volt ez a menet igen, egy picivel. Talán igen. Tóth Levente belefáradt egy picit, mintha, tehát hogy nem tudott úgy elmozogni. Igen. Ritmus talán nem változott, talán belesorsolt egy kicsit ebbe a második menetbe. És volt, ahol nagyon elkapta itt. Nagyon közel van Detre, de itt azért itt
Volt, ami befért. Jön a harmadik menet. Nyilván menni fog tovább előre Detre Gábor, ahogy eddig tette. És Tóth Leventék is átértékelték a második menetet, hogy miből kéne esetleg több, vagy mire kéne jobban figyelni. Merre kéne leforogni, ne forduljon bele az ütésbe. Detre pedig így bujkálva megy oda és próbálna. Igen, kettős fejezékben próbál oda menni, de mikor odaér egy kicsit elfogy a lendület. Igazából keresi a pozíciót, mint a foci meccs, amikor négyszer körbe dagatják a 16-oson kívül lövés előtt a játékosok, és várják, hogy az ellenfél hibázzon. De most sikerült átütni megint a fedezéket. Hamarosan meghallgathatunk, megnézhetnek egy interjút Salamon Tamással, akivel egy picit a nagykanizsai boxról is beszélgetünk. És persze Sipos Istvánról, akinek a emlékére ma bunyóznak, ő volt a nagykanizsai bunyónak az egyik megteremtője, neki sokan köszönhetnek itt a kanizsán. És most Detre Gábor lehet az, aki egy kicsit a kanizsaiaknak megdobogtatja a szívét, és közelebb hozza az ökölvívást, hogy minél többen jöjjenek és nézzék. Detre megy előre, az a hiba nincs, és rakésütéseket, csak azok a ritmusváltások hiányoznak. Meg kéne rángatni egy-két ütést. Ez azért elmarad. Tóth Leventés most már ugye beleesik az ütésbe, tehát már most igen, már nincs benne annyi erő. Nem kéne ezt felvállalni, el kellene mozogni a lábon. Nem... Úgy, ahogy az első menetben megtette. Próbálja lefogni ellenfelét, de... Hoppá! Már vége van ezek szerint, igen, a gongot. Utánütés. Nem hallották a gongot, hát... Volt akció bőven. Azt kell, hogy mondjam, olyan, mint a Baranyai Provics meccs volt, hogy akár ez is nyered, akár az is, nem? Igen. Hát figyelni kell a bíróknak, hogy mi az, amit értékelőtésnél adnak meg. Volt itt tenyerestől kezdve. Itt volt azért minden, tokától bokáig. Detre Gábor, a győztes, hazai győzelem tehát. És akkor jön a Salamon Tamás interjú. Rengeteg munka és még több stressz, meg még több olyan gondolat, hogy alvászavar és különböző fejfájások és mindenféle olyan gondok, amiket az ember egy ilyen programmal a nyakába vett, azt szerintem amit lehetett, azt én azon túl vagyok és kihortam lábon, de most úgy gondolom, hogy ez a rendezvény után biztos fogok egy nagyot aludni majd, de egy kicsit még át kell értékelni, amit történt, mert eddig nem is tudtam ezzel foglalkozni, hogy mit hoztunk itt tető alá, és mennyi ember jött el, és milyen emberek akár messziről, sok száz kilométerről csak megnézni ezt a rendezvényt, úgyhogy fel kell ezt még az egészet dolgozni, nem lesz könnyű. Profi és amatőr meccsek is voltak, és ugye bemutatkozhattak a kanizsai bunyósok is. Ez fontos volt, hogy mindenki kapjon egy szeletet itt a ma esti tortából? Úgy gondolom, hogy mindennek nagyon fontos szerepe van, egy kicsit a reflektorfényt élvezhessék a kanizsai fiatal boxoló palánták, vagy hogy ezzel még tudjunk egy olyan folyamatot elindítani, hogy most kedvet kapjanak akár a nézők is, akik jelen voltak, ezért is volt ez az ötletem, hogy 14 éves kor alatt ingyenes legyen a rendezvény, szóval, hogy meg tudjuk azt is még egy kicsit nyomni, hogy egy kicsit népszerűsítsük a sportot, úgyhogy igen, tehát a kanizsaiak is, meg akik jöttek az országból, minden irányból tényleg, akik felnőtt amatőr mérkőzéseket vívtak. Sipos Istvánról mesél egy picit nekünk. Sipos István egy mesteredző volt itt Nagykanizsán, igazából hozzáköthető itt a nagykanizsai boxnak az elindulása, felemelkedése. Igazából édesapám is ismerte, sőt most igazából az ő fiát, aki most is jelen volt a rendezvényen, Sipos István, aki szintén már 70 éves elmúlt,
igazából őt is ismeri édesapám régóta, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy szorosabb kontakt is van, de igazából kint a Nagykanizsai Box Akadémián is kint van az oklevele, kint van újságcikkek róla, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy egy méltó emléket tudtunk állítani a nevelé. És akkor két meccs van még hátra a Sipos István emlékversenyen. Kis Balázs, Luka Filipovic, Bánonyc Zoltán, Kovács Pikpak, Gyula összecsapás, mind a kettő a 92 kg-os súlycsoportban. Elsőként akkor érkezzen Kis Balázs, akit én jobban ismertem a K1-en, de ahogy hallottam, elindult a legutóbbi ökölvívó magyar bajnokságon, bár nem sikerült bejutni akkor a legjobb négy közé, és ellenfele pedig Luka Filipovic. Azt mondják, hogy az ord külsője az már mind a tekintélyt parancsol. Ez lesz tehát a felvezető mérkőzése a főmeccsnek, ami inkább egy showmeccs, talán mondhatjuk ezt így, hiszen majd Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó bátyját láthatjuk a ringbe, egyébként aki gyerekkorától kezdve szintén bunyózik Bánóczi Zoltán ellen. Pirosban Kis, kékben Filipovic. Balla készíti elő és jobbal húzná rá, ez a taktika? Igen. Bátran kezdenek ezek a súlycsoporthoz mérten. Folyamatosan lép be Kis Balázs és próbálja úgy fölvenni a távolságot, hogy abból már egy értékelet ütés legyen. Egyelőre nagyon kevés a találat, most szépen jól elmozgott lábon és aztán támad vissza. Filipovic próbálkozik most és próbálja Kist a kötére szorítani. Itt meg volt Filipovic, jobbal, most jól rá tudta húzni. Jól látta a bíró. Kinéz oldalra, hogy rendben van. Minden rendben. De nem biztos, hogy rendben van. Most nyilván Kis Hoppá. Megérzi a vérszagot. De jön előre Filipovic. Jó, beforgatta. Ez a jobb csapat, ez ott volt. Jogos a számolás. Pedig hogy jött előre Filipovic? Igen. Tehát azért megpróbálta azt, és aztán belefordult az ütésbe. Igen. És most már Kis érzi, hogy le lehet zárni ezt a meccset, és le is zárja. Hát ez talán nem volt akkor a megrendítő, mint az előtte lévő, de a három számolás. Kis Balázs tehát hozza a mérkőzést, mindjárt megnézhetjük lassítva is, mert azt gondolom ezeket érdemes, ezeket az ütéseket. Igen. Kőbányai csapattal készül. Itt ez az első volt igazából, a második az már tenyeres. És itt pedig ugye jön előre Filipovic, még talán talál is. Igen, talált is, igen. És aztán a fogásból, ahogy kilép Kis Balázs egyből. Ez pedig már a vége. Igen, látványos találatokat kapott be horvát versenyző. Így aztán a mérkőzést viszonylag hamar megnyerte Kis Balázs, úgyhogy most meg is hallgatjuk azt, hogy ő hogyan értékelte az összecsapást. Egy kicsit több technikát szerettem volna belevinni, meg ez is volt megbeszélve, de az ellenfelem harciasságából adódóan nem tudtam kivitelezni a technikákat sokszor, amit kellett volna, meg ugye a kiszámíthatatlan stílusa miatt. De
De hát a lényeg az, hogy győzelem volt, tehát mindenáron győzni, és sikerült. De nagyon sokféle küzdősportot kipróbáltál, ugye itt most lábbal nem lehetett rúgni, nem lehetett használni. Mennyire kell odafigyelni az ember, ilyenkor a lábát félretegye, és csak az a körülvásra koncentráljon? Nehéz? Hát igazából nem, főleg, hogy ilyenkor van egy olyan, van egy időszak, amikor ugye csak az ökölhívásra koncentrál az ember, és akkor ugye megszokja, hogy nincs láb. Meg nekem a profilom az volt, ugye a többi küzdősportban is kézzel voltam inkább erős, úgyhogy nem volt nehéz átszokni erre, meg hát hogyha akarja az ember, akkor de boxolni szeretne, akkor nem fog rúgni. Itt a boxban milyen karriert látsz magad előtt? Mi az, ami jelen pillanatban elérhetőnek tűnik? Nem szeretek nagy szavakat mondani se, meg leírni sem magam. Én megteszek mindent azért, hogy győzök, és a legjobbat hozzom ki minden helyzetben, minden versenyen. De mindenféleképpen meg szeretnék nyerni egy magyar bajnokságot, és aztán nyilván ugye a profi ökölvívásban szeretnék szerepelni. De aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Mert én nem gondoltam volna, hogy ilyen ökölvívó gálákon fogok szerepelni, mert előtte mindenki leszeretett volna róla beszélni. De próbálunk feltörni, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Mindent belerakunk, aztán a végén megtudjuk, hogy hova jutottunk. És akkor jön a nap csúcsmérkőzése, jön Bánóczi Zoltán, aki nem csak ökölvívó, hanem színész. Kazinczy díjat is szerzett, de például a Bocskai volt bronzérmes. Annak idején nyert Budapest kupát, Mátra kupát, válogatott kerettag volt Balzsai Károllyal, Kótai Mihállyal, Erdély Zsolttal, vagy éppen azzal a Hidvégi Györgyel, aki majd a mérkőzés vezetőbére lesz. Kovács Pikpak, Gyula pedig, hát azt gondolom, hogy a neve a Pikpak, az a mérkőzések gyorsaságát is jelenti, hogy Pikpakkal intézi az ellenfelét. Kőbányai Bunyós, még Szántó Csöpi bácsinál edzett, és aztán ugye a Csöpi bácsi fia, Öcsi bácsi vette át a felkészítését. Nincs Na nézzük akkor a mérkőzés. Hát Gyula ugye 50 felett már egy picivel, és szerintem Bánóczi Zoli is nagyjából hasonló. Akkor úgy, hogy nézzük, hogy mit tudnak ők a ringben, óriási érdeklődés. Itt van egyébként Gyula édesanyja is, aki nemrég volt 80 esztendős, úgyhogy figyeli, hogy a kisfia mit csinál a ringbe. Bánóczi Zoli picivel magasabb. És mind a ketten egyébként edzőként is foglalkoznak fiatalokkal, tehát elég sokat vannak a ringben. És tényleg benne van a show ebbe a meccsbe, aminek benne kell lenni, nem? Igen, Gyula az aktívabb, ő megy előre. Na, itt mi történt? Rosszul lépett Bánóczi Zoli, számolnak rá? Ő se érti. Rendben vagyok, mondja Hidvégi Györgynek. Most így van, és Gyula beszorítja. Oda megy, egy levegő, felszívja magát, lehet látni. Zoli pedig hátrál. Várható volt, hogy ez lesz, hogy Gyula jön előre. Mint a beszorult volna a levegő Bánóczi Zolinak. Nem tudom, próbál mozogni a lábon. Keresi az ütéstávot Gyula. És aztán itt a sarokba, itt meg csípkedi. Ezeket a balorgokat bekapja. Második számolás. Kilátszik, 50 fölött már hamar számolnak. Nem fog sokáig tartani most már szerintem ez a mérkőzés, mert Gyula úgy érzi szerintem, hogy be kell ezt fejezni akár az első menetben. Miért szemet kapott, ahogy szokták mondani. És akkor itt lesz a vége. A Pikpak véget ért, ahogy a Gyulának a neve is sejtette. És vége. Igen.
talán mehetett volna egyébként tovább, és az első számolást egy picit én hamarabb éreztem, de igen. Lehet, hogy ahonnan mi néztük, onnan nem láttuk azt, amit a vezetőbíró látott. Kovács Gyula tehát a győztes. Na mindjárt lassításból lehet kiderül valami. Rosszul lépett simán, nem? Tehát... Hát nem tudom. Ó. Hát pikpak vége lett a mérkőzésnek. Gyuri közelebb állt, biztos, hogy így látta, jó döntést hozott, és hát így maradt a show. Kovács Gyula pedig átölelheti barátját. Lesz-e visszavágó, volt már róla szó, majd kiderül egy év múlva. El lehet mondani, hogy szakmailag voltak jó amatőr mérkőzések, végére volt egy jó show mérkőzés, úgyhogy egy jó kis gála volt ez. Így van, és akkor mindjárt meghallgatjuk. Gyula hogyan értékel? Arra számítottam, hogy Zoli többet fog elmozogni, meg gyorsabb lesz lábon, de szerencsére nem így történt, illetve hát az én szerencsémre az övére nem. Én őt nem így ismertem, igaz, hogy már rég láttam bunyózni, de én úgy emlékeztem még rá valamikor, amikor még együtt fiatalon csináltuk, hogy ő nagyon gyorsan és sokat mozgott lábon. Most ahhoz képest sokszor megállt és várta, hogy megüssem, így hogy könnyű dolgom volt. Hát most elköszöntöttem épp a 80. szülinapján, mert csak felkészülés miatt csak futólag volt rá alkalmam, és úgy intéztem, hogy itt még egy virággal még voltam nála ugyan a születése napján, de még itt szerettem volna egy virággal megemlékezni arról, hogy 80 évvel ezelőtt megszületett, és igazából köszönhetünk neki nagyon sok mindent. Ez volt tehát az első Virtek Sipos István emléktorna. 10 meccset látunk, remélem, hogy jól szórakoztak. Nagy Zoltánnak köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. És találkozunk a következő alkalommal. A viszontlátásra.